Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Műsorunkban a Zente Ferenc Színház premier előadásáról, a civil hónap záró ünnepségéről, az Egy nap a nőkért elnevezésű programról, Rúzsa Magdi és Presser Gábor decemberi koncertjéről és az Aradi Vértanúk napja alkalmából rendezett koszorúzási megemlékezésről lesz szó. Mondom a részleteket. Október 2-án 19 órakor premierre készül a Zente Ferenc Színház. Michael Frayn Még egyszer hátulról című darabja nem másról szól, mint a színház és színészi létről. A színház csinálás mindig izgalmas téma, főleg a döcögős, röhögős. Megálmodnak valami szépet és nagyot, majd jönnek a próbák, a határidő, a kellékek, a rivalizálás, a szerelmek, a hiszti, a botrány, a lenyeljük a békát, a düroham, a dugipia, a folyton ellógó kolléga, meg a beugró beugrójának a beugrója. A szereplők között láthatják Vándor Évát, Kovács Vandát, Baksa Imrét, Bozó Andreát, Albert Pétert, Máté Krisztiánt, valamint Kautsky Armandot is. Szólójegyek már vásárolhatók a József Attila Művelődési Központ jegypénztárában. Október 4-én 17 órától tartják a József Attila Művelődési Központ színháztermében az idei civil hónap záró ünnepségét, valamint az Idősek Világnapi Gála műsort. A rendezvény meghívóval látogatható. Október 5-én a Magyar Rák Ellenes Liga Salgó-Tarjáni Alapszervezete és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya figyelemfelkeltő sétát és programot szervez az emlőrák és a méknyakrák elleni harc jegyében. 13 órakor a Balassi Bálint megyei könyvtárban kezdődik a Vetkezetbe a sorsod elnevezésű plakátverseny eredmény hirdetése és a kiállítás megnyitása. 14 órától lufis figyelemfelkeltő séta indul a könyvtártól a főtérre, majd a József Attila Művelődési Központ színháztermében gálaműsor kezdődik. Október 6-án 17:30-kor az Aradi Vértanúk napja alkalmából rendeznek koszorúzási megemlékezést Somoskőben, a Váralja Emlékparkban. Emlékező beszédet mond Fekete Zsolt, Salgó-Tarján megyei jogú várospolgármestere. A műsorban közreműködnek a Salgó-Tarjáni Madách Imre gimnázium diákjai. Rúzsa Magdi és Presser Gábor duó koncertje érkezik Salgó-Tarjánba december 2-án. A két művész 2015 tavaszától dolgozott együtt az Angyal mellettem című új közös előadásukon, melyet 2015 novemberétől országos turnén mutatnak be. A koncert nagy részét kettesben adják elő, de csatlakozik hozzájuk három kiemelkedő tudású hangszeres művész is, hogy együtt egy különleges, mondhatni egzotikus zenei együttest alkossanak. Rúzsa Magdi és Presser Gábor duó koncertjére jegyek már vásárolhatók a József Attila Művelődési Központ jegypénztárában. Az Apolló moziban többek között a Viktória királynő és Abdul című életrajzi drámát vetítik. Az Oscar-díjas Judi Dench új filmje különleges igaz történet, egy szokatlan barátságról Viktória királynő jelentős uralkodásának kései éveiből. Abdul Karim, a fiatal tisztviselő Indiából Angliába utazik, hogy részt vegyen a királynő aranyjubileumán. Meglepve tapasztalja, hogy maga a királynő veszi őt pártfogásába. Olyan lojálisak egymáshoz, hogy az udvartartás és a belső körök megpróbálják szétzúzni ezt a viszonyt. Ahogy a barátság mélyül, a királynő új szemmel kezdi látni a világot, és boldogan nyeri vissza emberi mi voltát. A rendezvényekről bővebben tájékozódhatnak a www.stkult.info weboldalon, vagy a Tarjáni műsorfüzetben. Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok!